tilos csalni, benne van, hogy mi az a hűtlen kezelés, csak eddig az elmúlt két évtizedben ezeket a jogszabályokat nem igazán sikerült alkalmazni Magyarországon. Én például a Magyar Nemzetnél nagyon sokáig oknyomozó, tényfeltáró újságíró voltam, a mindenféle gazemberségek után mentünk, és hát azt láttuk, hogy hiába teszünk feljelentést, amikor egy cikket megírtunk, vagy egy becsületes polgár hiába tesz feljelentést a cikkünk alapján, nem történik semmi. Jobb esetben egy-két évig tologatják az aktákat, és utána szüntetik meg, rosszabb esetben el sem kezdik a nyomozást. Tehát nem a törvényekkel volt a baj, hanem az ügyészúrak és a rendőrség hajlandóságával volt a baj, mert hát az igazságszolgáltatás borzasztóan rossz kultúrájával, ahol éveken át húzódnak a perek, olyan emberek ülnek ugye bíróként, bíróságokon, akik 70-es, 80-es években simán a pártközpont utasítása alapján meghoztak ítéleteket, családokat tettek tönkre. Ezek az emberek ott vannak a mai napig, bár ott is elindult most a nagy tavaszi viták nyomán egy lassú megtisztulás, és elkezdték átvenni a bíróságokon. Ugye a bíróságokhoz a kormány nem nyúlhat hozzá, ez így nagyon helyes is egyébként, mert egy külön hatalmi ágról van szó. Csak hát ha rendszerváltás volt, akkor mindenkit, aki politikai megrendelésre, politikai ügyben ítélkezett, azt 1990-ben el is kellett volna takarítani onnan, így nem egészen kóser a dolog. De minden esetre lassan ott is talán valami változik. Nyilván jó lenne, hogyha mi a jobboldali többség, jobboldali emberek meg is próbálnánk presszionálni az illetékeseket, hogy ez a belső megtisztulás kicsit a bíróságokon is gyorsabban folyik. De amihez ugye képviselő úrnak és parlamenti többségnek köze van, az a kormányzat munkája, ott az elszámolás elkezdődött. Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolgot fogadott el a kormány, ami spirituálisan is rendbe tette a magyar nemzetet, újra jó magyarnak lenni, újra kimondtunk végre együtt olyan dolgokat, például a trianoni tragédiát, például az összetartozást, például lehet rajta röhögni, meg gúnyolódni, de azért, hogyha valaki elolvas a nemzeti együttműködési nyilatkozatot, megnézi, hogy mi van abban, az igazából egy nagyon jó szöveg. Én természetesen senkit nem büntetnék meg azért, mert nem rakja ki az iskolába, de azt hiszem, hogy eddig nem is büntettek meg érte senkit, vagy a polgármesteri hivatalban, de maga a szándék, hogy mindenki másnak, aki a lopásban tevőlegesen nem vett részt az elmúlt 8 évben, egy baráti jobbot nyújt a kormány, és azt mondja, hogy csináljuk együtt, aki ebben részt akar venni, akkor is, hogyha nem Fidesz-KDNP szavazóból természetesen jöjjön, vegyen benne részt, ez szerintem egy nagyon, nagyon szép gesztus, és emellett történtek olyan intézkedések, például a Magyar Bálintnak az agyamentségeit, arról, hogy az óvodában tilos papás-mamást játszani, mert azzal, hogyha a gyerek esetleg majd buzi szeretne lenni felnőtt korában, frusztrációt okozunk neki, úgyhogy véletlenül se adjanak fiús vagy lányos játékokat a fiúk és a lányok kezében, hanem semlegesen ilyen embercsigaként kezeljék a oktatásban, a nevelésben a gyerekeket 18 éves korukig, vagy például, hogy kompetencia alapú nevelésre mondjuk Kunce Gábor testvérének a cégéhez egy teljes kisvárosi iskola tanári karát 60 millió forintért elküldjék tanulni, hogy hogyan nem kell megbuktatni a gyereket, meg hogyan nem szabad megkülönböztetni a cigány gyereket a fehér gyerektől, miközben az egész iskola éves költségvetése nincsen 60 millió forint. Na ezeknek a dolgoknak például Hoffmann Rózsa így egy tollvonással véget vetett. Tehát ezek azok az ügyek, amik minden kritika ellenére, akármit is mond mondjuk a Jobbik, lehet neki, vagy az MSZP, vagy az LMP, lehet neki örülni. Mert azt hiszem, hogy itt megvalósul mindaz, amiről írtuk a vezércikkeket, amiről beszéltünk, amiről az ellenzék beszélt az elmúlt években. Ugyanez a helyzet, és nem akarom önöket untatni, de végig mehetnénk. Például az agráriumban azzal, hogy kiderült, hogy mekkora nagy hazugság volt, hogy az Európai Unióban tilos disznót vágni, meg tilos piacot tartani, meg hogy csak a nagyvágó így működhet, lehetőleg hallottam olyan véleményt, hogy az lenne az igazi uniós elvárások megfelelő döntés, hogyha az egész országban egyetlen óriás vágóhidat engedélyeznének, mindenki oda vinné fel a malacát. Azt is tudják, hogy a szőlőt is ugye egyetlen helyre kellett vinni a törköit az egész